Évelei beszélgetésünkben ígértük, hogy dr. Hajdú László Imre fogorvos rendszeresen visszatér majd az Erdélyi Figyelőbe, hogy egészségvédelemről, száj- és fogazati betegségek megelőzéséről tájékoztasson bennünket. Ma a mindannyiunk szájüregében található lepedékről és annak eltávolításáról kérdezem, hiszen azt állítja a doktor úr, hogy nagyon gyakori problémaként és betegségeket kiváltó tényezőként találkozik ezzel a pácienseinél. Így van ez, doktor úr? Jó napot kívánok! Kezdi csukra, Menik, üdvözlöm szeretettel a tévénézőket. Valóban így van. A lepedéktől már pedig szabadulni nem lehet. Mi ez a lepedék? A lepedék fontos tisztázni, hogy az élet vele járója. Mindenhol, ahol szilárd felületek, folyékony, lassan mozgó felületekkel találkoznak, ott óhatatlanul megjelenik a lepedék. Nem csak a szájüregre kell gondolni, a legegyszerűbb példa, amit a pacienseknek is el szoktam mondani, hogy megállunk az erdély sétánk során, egy pocsolyából kiveszünk egy kavicsot, és az nedves, nyákos. Vagy mikor akik halakat tartanak otthon, az akvárium tisztításakor nem biztos, hogy a leggusztusosabb része a tisztításnak, amikor ki kell emelni a köveket, a kagylókat, és meg kell ezeket tisztítani. Vagy azok, akik már bontottak szét lefolyó csöveket, azok is tapasztalták azt, hogy óhatatlanul ott, ahol a szilárd felület találkozik egy lassan mozgó folyadékréteggel, ott kialakul a fizikai és kémiai törvények alapján a lepedék. Nem... És ugyanez történik ugye a szájüregben. Így van, nem kivétel ez alól a szájüreg sem. Itt is vannak azok a képletek, a fogak, a fogpótlások, koronák, hidak, protézisek, implantátumok, amelyek nem képesek megújulni, soha nem dobnak le magukról újabb és újabb rétegeket, és erre a fogmosás utáni pillanatban elkezdődik a lepedéknek az egészen biztos egyirányú lerakódása. Ami ártalmas lehet, hogyha hosszasan és nagy mennyiségben ott marad a szájüregben. Így van, tehát hogy a lepedék egyértelműen oki tényezője a két leggyakoribb fogászati betegségnek, a fogszúvasodásnak és a fogágybetegségnek. Nem óhatatlanul, nem feltétlenül direkt kiváltó oka, de kötelező módon eleme ennek az egésznek. Tehát ha a képletet egy picit szeretném szemléltetni, az úgy néz ki, hogy fogat mosunk, nagyon alaposan megtisztítjuk a fogainkat, és a következő pillanatban már kiöblítjük a szánkat, és a következő pillanatban a nyálból a fehérjék egy nagyon vékony, láthatatlan filmszerű réteggel borítják be a már említett képleteket, elsősorban a fogakat, illetve töméseket, pótlásokat. Tehát azt is mondhatnánk, hogy folyamatosan ott van a szájüregben. Születéstől halálunkig a lepedék az életnek a velejárója. Tehát, viszont nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és milyen összetételben. Így van, ez a kulcskérdés ebben az egészben. Mert hogy kialakul ez a filmréteg, és ebbe a filmrétegben lassan belerakódik minden, ami átmegy a szájüregen, és hát a szájüregen gyakorlatilag minden átmegy. Tehát az első táplálkozás során az ételekből ételmaradékok, az amúgy is fertőzött szájüregből baktériumok telepednek le, ezek a baktériumok összekötődnek egymással, elkezdenek lassan önálló életet élni. Azt is lehet mondani, hogy a lepedéknek saját kis világa lesz a szájüregben, amelyik képes táplálékot előállítani magának, képes fenntartani olyan baktériumokat, amelyek oxigén nélkül is megélnek, különböző ilyen csatornarendszerek alakulnak ki, amik szállítják a felszíni rétegből a mélybe a tápanyagokat, képes elvezetni az élet során keletkezett termékeket, például a savat, ami végül is kiváltóka lesz a fogszúvasodásnak, és erről szól, ezt megkerülni nem tudjuk. Minden nap reggeltől estig, éjszakától reggelig a lepedék folyamatosan lerakódik. A kérdés az, hogy akkor mennyire agresszíven lépünk fel a lepedékkel szemben, mert hogyha nem lépünk fel, és erre ékes példák vannak, akkor ebből garantáltan fogágybetegség, illetve fogszúvasodás lesz. Vannak erre kísérletek, olyan állatokat, amelyek baktériummentesek voltak, lepedéket hoztak bennük létre, és baktériumok nélkül ez a lepedék nem vezetett el a fogszúvasodáshoz. De a mi életünk óhatatlanul egybefonódik a mikrobiális világgal, tehát mindenki, aki ezen a földön él, állat és ember, szembesülnie kell a lepedék felhalmozódás okozta következményekkel. De hát a fogmosással biztosan segítünk ezen a helyzeten, de lehet, hogy amúgy is a kelleténél több vagy rosszabb összetételű lepedék marad a szájban. Érzékelhető ez, amikor már elér egy kritikus szintet? Így van, egy nagyon egyszerű módszerrel, nem ajánlom senkinek, de végül is a legegyszerűbb módszer az, hogy a körmünkkel megkapargatjuk a fogainkat, itt-ott, fognyaknál, fogfelszínen, fogközökben, és hogyha egy vékony, ilyen lisszerű, nedves lisszerű képletet érzünk az ujjbegyeink között, vagy le tudunk vakarni a körmünkről, akkor egyértelműen már vastag lepedékkel állunk szemben.
Ez az, amit a legempirikusabban tudjuk szemlélni, vagy legempirikusabban tudjuk leellenőrizni, de vannak erre sokkal professzionálisabb módszerek is, többek között a lepedékfestés. Illetve ha már elér egy kritikus, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát lepedékfestés az csak is otthon kontrollált körülmények között vagy rendelőben valósítható meg, de bizonyos lepedék mennyiség már szabad szemmel is látható. Tehát ha viszonylag közel megyünk valakihez, vagy közelről nézzük, szemléljük a tükörben a fogainkat, akkor főleg a fognyaknál és a fogközökben egy sárgás, enyhén elszíneződött, vagy azt hiszem, hogy pont azt látjuk most a kivetített azt szerint felvételen. Elszíneződött, hogy mit ettünk, milyen táplálékot fogyasztottunk az elmúlt órákban, napokban, ez szemmel látható. Tehát, hogy ez egy szülő, egy gondos szülő már pedig le tudja ellenőrizni a gyermekének, vagy egy magára figyelő személy is meg tudja nézni, hogy akkor kialakult-e már ez a lepedék mennyiség. Ebből adódhat a rossz szájíz is? Részben. A szájíz vagy szájszag, ez egy szájszag. Sokkal komplexebb tünetegyüttes, de részben a felgyűlt és részben rothadásnak indult lepedékből alakulnak ki ezek a kellemetlen tünetek, de ez csak egy nagyon kis hányada. Ezt általában egy komplex belgyógyászati kivizsgálás kell megelőzze egyetemben egy fogorvossal, hogy akkor rá is jöjjünk, hogy akkor mi is az oka a kellemetlen szájszagnak. Hát akkor beszéljünk arról is, hogy hogyan lehet eltávolítani megfelelő módon ezt a lepedéket a szájból. Nagyon fontos, hogy ez az egész életünk arról szól, hogy harcolunk a lepedék ellen. Tehát születésünktől kezdve, az első fog megjelenésétől fogva, már pedig a lepedék ellen harcolni kell, egészen addig, ameddig fogak, illetve fogpótlások vannak a szánkban. Tehát a lepedék elleni harc alól nem mentesek azok sem, akik protéziseket viselnek, mert nekik is legalább annyira szembesülni kell a lepedék áldatlan következményeivel. Egy újszerűnek hangzik, elnézést, hogy ezt nem tudom, eddig így nem hallottuk, hogy harcolunk a lepedék ellen. Tisztán csak azért, mert erről nem beszélünk ebben a formában, tehát nem merevítjük ki ezt az információt ugye mindennapi tevékenységünkben, mert hogy a legbanálisabb és legegyszerűbb lepedék eltávolítási módszer a fogmosás, erről pedig azért elég sokat beszélünk, csak senki nem áll meg, nem tesz egy szünetet, hogy elmagyarázza, hogy tudományosan a fogmosást, használnám először az angol kifejezést, hogy Home Dental Plaque Removal System, így hívják, tehát egy otthoni fogászati lepedék eltávolítási módszer vagy rendszer. Úgyhogy nem beszélünk elég tudományosan erről, de alapvetően a fogmosás az egy a fogmosás és egyéb lepedék eltávolítási módszerek az arról szól, hogy a fogakat és az már említett fogműveket maximálisan a lehető legteljesebben lepedéktelenítsük. És akkor itt állnék meg egy percre, hogy azért nem mindegy az, hogy ezt a lepedéket most közvetlenül táplálkozás után, vagy a lepedék kialakulása után 2-3-4 esetleg egy hétre távolítjuk el, mert hogy a lepedéknek is van egy érési folyamata, és ahogy a bevezetőben jeleztenik, nem mindegy ennek a mennyisége és a minősége sem. Tehát, hogy még nem annyira veszélyes ez a lepedék, hogy agresszíven lépjünk fel ellene közvetlenül a táplálkozás után, de ha véletlenül kicsúszunk egy napból, két napból, negyedik napra exponenciálisan nő a lepedéknek a mennyisége, és elkezd szervülni, elkezd szó szerint önálló életet élni, és olyan folyamatok indulnak el a 72. óra után, ami már visszafordíthatatlanul betegséghez vezetnek. Tehát akkor a legegyszerűbb és legbanálisabb lepedék eltávolítási módszer a fogmosás, de nem ez az egyetlen. Hát feltételezzük, hogy rendszeresen mosunk fogat, gondolom, és akkor azt jelenti, hogy nem kerülhetünk bajba, vagy tévedek? Bajba nem kerülhetünk, vagy inkább pontosítanék, nagy bajba nem kerülhetünk, de amit még nagyon fontos tudatosítanunk az, hogy a szájüregben is, mint mindenhol, térben kell lássunk, és fogmosással alapvetően a fogaknak csak egy bizonyos felületeit tudjuk hatékonyan és alaposan megmosni. Tehát, hogyha a fogakat úgy képzeljük el, mint valami dobozok, akkor annak 5 fala van, és fogmosással legjobb esetben is, mondjuk ezek az örlőfogak, kis örlők, illetve nagy örlők, vagy egy lapított, mondjuk egy ing doboz, egy inges doboz, azok a metszőfogak, akkor ezzel jó eséllyel a fogmosással 2 vagy 3 felületet lehet tökéletesen megtisztítani. És a lepedék döntően a fog közökben szaporodik fel, illetve a fognyaknál. Tehát azokon a felületeken, ahol a fogak egymás fele néznek. És akkor fogkefével már pedig a negyedik, ötödik, vagy harmadik, negyedik, ötödik felületeket nem lehet alaposan megtisztítani, és akkor erre vezették be ezeket a kiegészítő módszereket, mint például a fogsejem, vagy az interdentális fogkefe, vagy az egészen banális fogvájó, amit évszázadok óta használunk, vagy az újabban, már egy kicsit high-tech technológiába vívő szájzuhany.
Tehát ezekkel ki kellene egészítenünk minden fogmosást, vagy legalábbis naponta egy fogmosást, ahhoz, hogy úgy érezzük, vagy úgy gondoljuk, hogy a lepedék eltávolítási módszerünk otthon valamelyest is hatékony. Hát ez már egy egész komplex feladatsornak számít, tehát fogmosás, fogsejem használat, vagy valamilyen speciális fogkefe, illetve szájzuhany, erről meséljen. Így van. Ez talán azért ugyancsak kicsit el kell kanyarodjunk térben meg időben, hogyha Nyugat-Európában megyünk, akkor az ebédszünetben gyorsan futnak ki az alkalmazottak, illetve az egyetemisták, hogy fogmosás mellett akár meg is tisztítsák a fogközeiket, mert hogy az egészségkultúrának Nyugat-Európában, Észak-Európában, vagy Észak-Amerikában, vagy Ausztráliában ez része. Akkor a gyermekkortól úgy nőnek fel a gyermekek, már a 2-3 éves gyermeknek az édesanyja, édesapa használja a fogsejmet, vagy egyéb fogköztisztító eszközt. És beépült a mindennapi rutinjukba, nálunk ez még egy teljesen ismeretlen fogalom. Mint ahogy említettem, a legveszélyesebb és a legagresszívebb lepedék a fogközökben rakódik fel, és hogyha ezt mi nem tisztítjuk hatékonyan, akkor óhatatlanul ebből fogszúvasodás és vagy fogágybetegség lesz. Tehát itt is most kell megfogalmazni, hogy ez alól nem mentesülünk. Tehát mindenki, aki a fogait élethosszig szeretné megőrizni, illetve a pótlásainak az élettartamát szeretné meghosszabbítani, be kell vezesse, tetszik vagy nem tetszik, ezeket a fogközöket, tisztító eszközöket. Legyen az szájzuhany, ami egy magas nyomású, vizet spriccoló eszköz, vagy az interdentális fogkefe, ami leginkább a gyermekkorunk üvegmosójához hasonlít miniatűrizált változatban, vagy a különböző minőségű és fogsejmek, legyen az bolyhos fogsejem, vagy fosztós fogsejem, viaszolt fogsejem, vagy csak egyszerűen egy natur fogsejem. De ezelől nincs menekvés. Tehát ezt szeretném mindenkiben tudatosítani, hogy ezt megkerülni nem lehet. Én ígérem, hogy lesz egy külön műsor, amikor a megfelelő fogmosási technikákról fogunk beszélgetni, fogkefékről, fogkrémekről is. Arról is olvastam a cikkeiben, hogy személyre szabott fogmosási technikákról beszél, hogy ez ennyire komplex? Ez így van. Ugyancsak egy olyan fogalmat szeretnék tisztázni, ami nem honosodott meg még Közép-Kelet-Európában, az úgynevezett professzionális higiénizálás. Tehát ez az, amiről eddig beszéltem, ez az otthoni lepedék eltávolításról szól, de van ennek egy magasabb szintű változata is, amit fogorvos, vagy olyan országokban, ahol létezik ez a szakma, dentál higiénikus nyújt a pacienseknek. Ennek a lényege az, hogy akkor már általam említett lepedékfestés által vizualizáljuk, megjelenítjük a paciens és a szolgáltató számára az idők során felgyűlt lepedéket. Ez lehet egy folyadék, lehet egy tabletta, vagy egy ecsettel felvihető gél, és a gyártók annyira intelligensek, hogy már bevezették a több fázisú lepedékfestés is, ami meg tudja mutatni a paciensnek, érzékeltetni tudja, hogy melyik az a lepedék, amit csak tegnap óta nem takarított le, és melyik azok a területek, amit hetek, hónapok óta nem tisztít rendesen. És miután teljesen okító és tanító szándékkal ezt tisztázzuk, és megpróbálunk a jelen állapotra egy egyénre szabott fogmosási vagy szájhigiénizálási tanácsokat adni ott helyben a paciensek számára, utána a fogorvos számára rendelkezésre áll egy egész arzenál olyan eszközökből és gépekből, amelyekkel gyakorlatilag nulla fertőzöttségi szintre tudja vinni a paciensnek a szájüregét. A legbanálisabb az a gép, amit az elektromos fogkeféhez hasonlít, egy abrazívabb pasztát és egy gyorsan forgó kefe segítségével nagyját a lepedéknek eltávolítja, de van egy magas nyomású, az iparból a homokfúvási technikát adaptálta a fogorvos lesz számára, ami különböző karbonátokat, iparilag gyártott vagy mérnökök által tervezett, teljesen atraumatikus karbonátokat vízzel és levegővel keverve távolítja el a leghozzáférhetetlenebb helyekről is a lepedéket, illetve helyben megtanítjuk a pacienseket fogsejmezni is. A cél az, hogy a lehető tudatosabb és leginkább felvértezett pacienseket engedjük útra a következő higiénizálásig, mert hogy valószínűleg... Valamiért úgy érzem, hogy nagyon messze állunk ettől, de sohasem késő szerintem ezekről tájékozódni és elkezdeni. Nagyon gyorsan jár az óra nálunk, úgyhogy folytatnánk azzal, tehát a fogmosás az egyik módszere annak, hogy eltávolítsuk a lepedéket. Mi az, amiről még beszélhetünk ilyen szempontból? Tehát, hogy a fogmosás feltétlenül ki kell egészíteni a fogközök tisztításával, igen, ezt megismételtem. 6 havonta érdemes elmenni fogorvoshoz kontrollba, illetve professzionális higiénizálásra. Tehát, hogy ezt azért nem kell, ezt a kettőt össze kell kötni. És használhatunk, nem szabad megvárjuk, hogy ameddig a lepedék elkövesedik. Tehát az már egy hatalmas, egy nagyon nagy
hanyagságnak a jele, vagy egy nagyon olyan anomáliának, egy olyan fogazati rendellenességnek, amikor már mi nem vagyunk képesek a lepedékünket eltávolítani, tehát külső segítségre, szakember beavatkozására van szükségünk. Nem utolsó sorban befolyásolhatjuk, mi kicsit most leszűkítettük, tehát hogy a lepedék és a fogbetegség, illetve a fogszorosodás között a képletben azért még más elemek is helyet foglalnak, ilyen a táplálkozás. Fogyasszunk minél több nyers olyan élelmet, nyers zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, amelyek mechanikusan tisztítják a fogainkat. Tehát kerüljük amennyire csak lehet a pépes, agyonfőzött, szupermarketekben kapható, előkészített, felmelegíthető ételeket, és fogyasszunk minél többet, mert rágva, használva a fogainkat, illetve a szájunkat, mechanikailag megtisztíthatjuk ezeket a fogakat, vagy legalábbis hozzásegíthetjük. Nagyon fontos az, hogyha az élelmek kiválasztásában is menjünk el a nyers ételeken túl az olajos ételek vagy a zsíros ételek irányába, mert hogy akkor ez a zsír beborítja a megtisztított fogfelületeket egy olyan réteggel, amiben már kevésbé tud megtapadni a lepedék. Ja, emiatt az olajos magvak. Az olajos magvak, illetve a friss, hidegen préselt olajok. Tehát minél inkább fogyasszunk salátákat, amiben ott vannak a ropogós, rágni, muszáj zöldségek, illetve azok az olajok, amelyek bevonják a fogakat. Nem utolsó sorban van egy néhány alternatív dolog is, amivel a lepedék mennyiségét csökkenteni lehet. Például étkezés után egyszerűen csak kiöblítjük a szánkat egy pohár hideg vízzel, vagy vannak különböző teák, amelyeknek antimikrobiális hatása van, és akkor ezekből főzeteket készíteni. Ázsiában elterjedt az olajos öblögetések is, de nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy a lepedék egy nem élő felületen alakul ki, tehát az ufogzománcon, tehát hogy semmilyen gyógyszer, semmilyen vegyszer nem tudja ezt leoldani, hanem ezt mechanikailag kell szétrobbantani. Tehát mechanikailag kell eltávolítani. Tehát, hogy a jó vagy a rossz hír az, hogy ez egy magatartástól függő dolog, a lepedék eltávolítás. Minél ügyesebbek vagyunk, minél jobb a kézügyességünk, minél inkább odaállunk, annál inkább fogunk szembesülni életünk későbbi szakaszában a lepedék felgyülemlés káros következményeivel. Említette a teját, az valami speciális teja? Nem, egyszerűen a fekete tejának van egy antimikrobiális hatása, és hogyha ezt fogyasztunk, de sajnos pont a fekete tejában olyan pigmentek is vannak, amelyek aztán színezik a fogat. Igen, úgyhogy mérlegelni kell mégis. Szóval a táplálkozással mindenképpen befolyásolhatjuk, hogy hogyan és mennyi lepedék rakódik le a szájüregben. A rendszeres fogmosás mellett ajánlott odafigyelni erre is, hogy mit. Egyértelműen, tehát amennyire csak lehet, a lepedék mennyiséget befolyásolhatjuk azáltal, hogyha kerüljük a zselatinban gazdag, ragadós, tapadós ételeket. Nem csak a fogszúvasodás, nem csak a cukortartalmuk miatt szigorúan tilos gumicukorkát adni a gyermekeknek, hanem amiatt is, mert hogy ezek meleg ágyai a lepedék megtapadásának. Tehát itt ragadnám meg az alkalmat, és kérnék szépen minden pedagógust, óvodát, hogy kerülje a gumicukroknak az osztogatását az iskolákban, mert hogy a gumicukorból az állati eredetű zselatin, az beragad a fogak közé, és gyakorlatilag nem is kell megvárni azt a biológiai folyamatot, hogy kialakuljon az lepedék, hanem mint mágnesként szívja magába ezt az egészet. Nem utolsó sorban a gumicukorkák cukrot is tartalmaznak, tehát már jó előre meg is etetjük a baktériumokat, hogy egészen biztosan ki tudják fejteni káros fogszúvasodást okozó hatásukat. Dr. Hajdú László Imre, köszönjük szépen mindezeket, amit elmondott, és visszavárjuk, mert ugye arról volt szó, hogy akkor rendszeresen beszélünk majd különböző fogászati problémákról. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen, örömmel jöttem.